És ugye elég sok minden történt az ellenzék körül is. Azon gondolkoztam, hogy melyik az a párt, amelyikkel kezdjük, melyik körül történt a legtöbb esemény, vagy melyik... Mindegy. Ezt akartam megkérdezni tőletek, de akkor... Azzal kezdjük, azzal a KDNP-vel. Azzal a párttal kezdjük, tehát ahol most, akik készülnek, ugye folyamatosan készülnek, legalábbis a vezetőjük ezt kommunikálja, és elég intenzíven kommunikálja, ne nevessél, mert készülnek, ezt meg is mondta. Gyurcsány Ferenc készülék. Gyurcsány Ferenc eleve például ugye azt pedig az MSZP, mert az MSZP-ben is tisztújítás zajlik, ami biztos az, hogy lesz egy nő is egy férfi társelnöke a pártnak. Két is érdekes ez, mert hogy korábban ugye egészen más neveket lehetett hallani, itt ugye felvetődött Nemény András, Hiller István, még Mesterházi Attila nevét is lehetett olvasni, ehhez képest jelentkezett. A Komjáti... Tehát, hogy egyáltalán oda a fejbe verlek, akkor átadod majd a konoknak, átfutsz. Hogy lehet egy ilyen sor fejbeverést csinálni. Csak az van, bocsánat, hogy amikor ez elhangzott, ez csak a DK után, akkor most beszéljünk az MSZP-ről, ez körülbelül olyan, mint mit tudom, egy kamasz randin, amikor már ide valaki feszeng, és akkor na, és mi van az időjárással? Vagy a mezőgazdasággal? Meghallottam, hogy MSZP-vel mi van, akkor megyünk innen valahogy ide. Ki? Szóval tulajdonképpen meg azzal tudnának izgalmasak lenni. Beszéljük a párbeszédről, András. Igen, azzal tudnának még izgalmasak lenni, hogy szerintem az egész tisztújítást úgy tudnak megkeverni, a Kunhalmi Ágnes elindulna a férfi társelnöki tisztségért, Komjáti Imre a női társelnöki tisztségért, legalább ezt a bináris, mindenféle ilyen fasiszta izéket áthágnák, akkor lehet, hogy lenne bele valami szexi tartalom. Egyébként pedig Péter, lényegtelen, hát te tudod a legjobb. Hát ez a hajó, szerinted is? Szerintem egyébként most függetlenül az ellenzék meg az MSZP állapotától érdemes elemezni a Komjáti Imre kérdést, mert nekem más jutott eszembe, mint a Péternek. Nyilván ebben nem fogunk egyetérteni. Tehát akkor én Komjáti Imrét látom, és nem kérdőjelezem meg az ő baloldali hitelességét, meg én értem a forradalmi romantikát, meg azt is, hogy most gazdasági válság van, és az ilyen típusú hiteles emberek azok szükségesek, de nekem az ő politikai karaktere nem pártelnöki. Tehát amikor én... Nekem nagy várakozásom van azt illetően, hogy Komjáti Imréből tud-e pártelnök lenni. Nem, igazából két várakozásom van. Az egyik az, hogy végigmondhatom, a másik a Komjáti Imrét illető nekibuzdulás, hogy tudnélik, legalább ki a kiszervezett arcokkal lehetnek sikeresek. Ugye ezt megtapasztalták 2018-ban, mikor Karácsony Gergelyre építettek egy kampányt, megtapasztalták azóta az előválasztás kapcsolatát. Ja, hát ugye nem is szoktak elindulni már nagyon régóta fontos pozíciókért, szocialista politikus nem szokás indítani, mert van kint valami jobb. És akkor legyen egy fickó. Pedig tovább. Úristen. Ellenzéki pártra, András, ha akarod, ha nem, mert hogy a Jobbik... Az eddigi ellenzéki erőtérben a DK picit mindig egy ilyen egymagamban vagyok a legerősebb helyzetben volt, és most lesz egy szövetségese. Ráadásul a Jobbiknak a volt elnöke vezető.